A közoktatási rendszer már az általános iskolában is külön felzárkóztatási programokat kínál a szegényebb családokból érkező fiatalok számára. A szekszárdi tankerületi központ iskoláiban például antiszegregációs munkacsoportot működtetnek, de ingyenes táboroztatási lehetőséget is nyújtanak. A cél, hogy minél kevesebb diák morzsolódjon le, vagyis a lehető legtöbben szerezzenek szakmát vagy érettségi bizonyítványt. Etéren pedig kifejezetten jól áll az országnak ez a része. Ez köszönhető mások mellett a Tolna megyei szakképzési centrumban futó úgynevezett rugalmas tanulási programoknak. A gyerekek készségeihez, képességeihez igazodva lehet a képzési időt végigvinni. A gyerek van fókuszban szigorúan, főleg a kezdetén, amikor is arról beszélünk, hogy hogyan lehet őt érzékenyebbé tenni arra, hogy szakmát kell tanulni, hogyan lehet erősíteni azokat a készségeit, kompetenciáit, amik ahhoz szükségesek, hogy meg később munkavállaló tudjon lenni. Az Országos Roma Önkormányzat Tolna vármegyei képviselője szerint a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásához elengedhetetlen, hogy az érintetteket minél fiatalabb korukban intenzíven támogassák különböző programokkal. Nem mindegy, hogy az adományok országává válunk, vagy a valós munkaerőpiacon tudjuk eltartani a családunkat, mert hogyha így szocializálódnak majd a gyerekeink, amikor azt látják, hogy az apa felkel, dolgozik, és el tudja tartani a családját, én azt gondolom, hogy ez az elsődleges. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság területi kisebbségi kapcsolattartó munkacsoportja rendszeresen szervez a mostanihoz hasonló egyeztetéseket. És a célunk az, hogy a mai napon más szakemberekkel együtt fölmérjük azt, hogy milyen lehetőségei vannak a hátrányos helyzetű gyerekeknek tanulással kapcsolatban. A hátrányos helyzetű fiatalok iskolai lemorzsolódását tekintve egyébként az elmúlt években jelentős elmozdulás történt Tolna vármegyében. Mostanra az idő előtti iskolát elhagyók aránya mindössze néhány százalék.